Sziasztok! Lábas Norbi vagyok, köszöntelek benneteket innen a Lupató partjáról. Abból az apropóból vagyok itt, ugyanis van nálam egy ilyen kis csalitartótáska, amiben a 2022-es Fédermánia csali újdonságokat hoztam el nektek. Ezt fogom most ebben a videóban bemutatni. A kis csalizó táskám tartalma az három különféle csalifajta, amelyek közül kettő az gumicsali. Az egyik az a már nagy sikert aratott Corn Wafters gumikukorica családunk Dark Series tagja. A Dark Series Corn Wafters a Fédermánia fekete alapszínre felépített csalia. A fekete egy olyan új vizuális ingert, vagy pontosabban tónust tud adni a korábban már bevált élénk színek mellé, ami a nagy nyomásnak kitett horgászvizeken, ahol a halakat sokszor megfogják, sokszor visszaengedik, sokszor megszúrja őket az a falat, amire ők rászívnak, na ott tud igazán nagyot durrantani, és nagyon nagy különbségeket mutatni a hagyományos színes csalikhoz képest, ugyanis más. Nem volt még rossz tapasztalata egy ilyen színkombinációval a halaknak, ezért sokkal kisebb gyanúval fogják felszívni, mint a korábban már bajt okozó átlagos színes csalikat. Az új gumikukoricák 7 különböző ízben kerülnek forgalomba, amiből 3 már jól ismert és bevált: BCN, Sweet Pineapple és Mango, az újdonságok pedig a Candy Shop, a Chocobomb, a Blue Cheese és a Frankie. A következő csali a Colorball. Felhajtó erejét tekintve ez egy Air Wafter csali, tehát a hajszál előkét még fölemeli, de a horgot már nem emeli el az ajzatról. Méretét tekintve, hogy a TGN is jelezve van, ez egy XL-es, tehát egy igen nagy méretű csali. Színe az két különböző színt felhasznált élénk. Mint például, ami most a kezembe van, ez a mangós, ez egy fluo narancssárga és fehér kombinációja, a formája pedig teljesen amorf, előtt az eddig használt plastik csalik formájától. Mint az, ahogy a tégelyben is látható, nem lett az aroma belőle kispórolva, bőven úszkálnak benne, akárha nagy halhorgászatok során egy egész napot is ázik a vízben a csali, akkor utána is biztosak lehetünk benne, hogy még ontani fogja magából az ízeket. A Color Balls csalik: Lemon Dream, Sweet Pineapple, Monster, Secret Cream, Strawberry Jam, Mango és BCN ízesítésben készülnek. És végül, de nem utolsó sorban, lapó még itt egy idei újdonság a kis csalizótáskámban, ami még jelenlegi állapotában a videó készítésekor még így címkézetlenül árválkodik itt egyedül, mint a csali. Azonban valószínű, mire ez a videó kikerül, addigra már ő is kereskedelmi forgalomban kapható lesz. A Lárva nevet kapta, amit az alakjának köszönhet. Ez egy lentről fölfelé, vagy pedig föntről lefelé vékonyodó csali, alakjából adódóan, hogyha helyesen fűzzük fel a hajszál előkére, tehát a vékonyabbik fele fog a horog felé nézni, akkor a lehető legkevésbé fogja akadályozni a jó akadást. Mint az itt látható is, kétszínű, azaz two-tone típusok lesznek belőle elérhetőek, és hát ennek a tesztcsalinak az illatán is nagyon jól érezhető, hogy ebből sincs az aroma kispórolva. Nagyon erős és tartós aromát kap mindegyik.
Köszönöm szépen, hogy ebben a videóban is velem tartottatok. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornámra, és próbáljátok ki a Fédermánia újdonságokat. Sziasztok!